Hát, sziasztok! Első megtapasztalásom itt a Halloween-i frissítés napján, ez a gyönyörű istálló. Hát, frászt kaptam, mikor beléptem. Egyébként nagyon jól néz ki. Már most így a játék elején, már rögtön itten kapjuk a jó dolgokat. Jó dolgokat! És azt nem tudom, ugyebár Halloween-i frissítés van, és arra vagyok kíváncsi, hogy megjöttek-e már az új sminkek, és hogy ha megjöttek, akkor melyik boltba? Szia, Tyra, Alma út! Szia, Mizu! Halloween! Itt vannak a sminkek! Mik vannak? Ja, igen, van ez. Van ez. Van ez. Meg ez, és én hát maradok annál, mint tavaly. Szépen. Megveszem a kis szokásos, hát sminkemet, úgymond. Nem tudom, itt van-e valami olyan, ami úgy kéne, de szerintem nem. Egyelőre. Egyelőre. Jaj, de szépek vagyunk, és hogyha még ezt is fölteszem... Hát ez még nem jó, majd később. Majd később jó lesz. És a következő dolog, amiért alaplóval vagyok, az az, hogy kapunk majd egy olyan port, hogy aha-ha-ha! Értem már. És ez csak SC-re lehet. Kapjátok be. Múmia lóport csomag. És 15 perc. Na hagyjatok már. Lovadat ideiglenesen sötét aurával veszi körbe. Ja. És ezeket nem látják a játékosok. Igen. De durva. Ja igen. Ezt mondták is, hogy ilyen különböző ilyen funkciókat raktak a játékba. De hát basszus! Most nehogy már! És mi a különbség? Varázsport tartalmazó csomag mágikus vágyait beteljesítésére. A tárgy csak a kezdő lovadon működik. Jó, köszönjük, de... Hát ez mocsok drága! Hát de most hogy komolyan? Ezért még kell fizetni? Én azt hittem, hogy legalább ingyen van. És ráadásul 15 perc. Csontvác, zombilópor, múmia... Na jó, egy fene, veszünk egy ilyen... múmiát. Na, de csak hogy megmutassam nektek, csak azért veszem meg. Na, tehát én most leszállok, és akkor, ha minden igaz, akkor ráhúzom a lóra, akkor lesz egy ilyenünk. Azt a mindenit. Hát ez durva. Ez tiszta horror. Aha, és akkor itt vannak a Halloween-i cuccok. Kéne valami... Valami, nem tudom. Most ez az új, díszszalag lovat számára. És ezt mégis úgy hova? Az igen! Hát ezt köszönöm szépen, ezt nem kérek. Hát ez rohadt drága, mi a szar? Na nekem melyik kéne? Melyik kelljen? Vajon? És miért Alex? Tudjátok mit? Én menő vagyok, nekem nem kell. De az a baj, hogy még pontba is úgy szagulat. Na mindegy. Hát ez tiszta horror. Na, akkor térjünk rá a feladatokra. Szegény bánatos kis szellem, az nem érdekel. Azt meg tudjátok mindannyian nézni. Mrs. Holdsworth-nél vannak ezek az újabb Halloween-i küldetések, és nála tudtok szellemekre vadászni. Elég bátor vagy, Evie. A rémisztő Halloween-i ló. Na ez érdekel engem. Ez az új cucc, és gyanítom, hogy mindenki ott fog sertepertélni körülötte, és kíváncsi leszek a többiek lovára, hogy ők vettek-e ilyet, és hogyha igen, akkor miért? Mert ugye láttátok, háromfajta verzió volt az olyanba, amit a többi játékos is lát, mert az ilyen aurát azt egyáltalán nem látják. Aha, ott már látok egy csontvász pacit, és látom, és hát érzékelem, hogy vannak itt egy pára, mert hát ugye látjátok, hogy kicsit nagyon laggolok, de azt, amint fúj, ez gusztustalan. Még jó, hogy nem ezt vettem. Ez nagyon undorító, már bocsánat. Na, tök hölgy. Hihi, boldog Halloween-t. Ha nem csal a szemem, te egy igen bátor ifjú hölgyemény lehetsz. Rabolhatom az idődet néhány percre? Három lóval érkeztem ide, de úgy tűnik mindegyikük elkóborolt. A cudar mindenüket. Esetleg segítenél nekem megkeresni őket?
Adok három adagot a misztikus poromból. Ha megtaláltad a lovaimat, szór rájuk egy-egy adagot ebből a porból. Ha rászórod a port a lovaimra, tudni fogják, hogy vissza kell térniük hozzám. A pornak más hatásai is lehetnek, úgyhogy ne tessék megijedni, bátori fiú hölgyemény. Jó. Oké, akkor rászórjuk, de valószínűleg az én lovamra is hatással lesznek, hogyha már ezt így hozzátette. Ott az egyik! Kék. Vagy mi? Zöld. Kék, zöld, kék, zöld, kék, zöld, zöld, kék, zöld. Ja igen, de... Aha, ilyen a zombi. Aha, tehát akkor most mutatom nektek közben, ilyen a zombi. Most le kell szállnom, vagy most... Most ilyenkor mi van? Követnem kéne a... Ja? Hittem, le kell szállnom. Na. És mi van? Ja, le kell szállnom. És hogyha mondjuk én itt szeretném, így kerítésen keresztül, akkor mi van? Hát ez nem jött össze. Nem baj, legalább megpróbáltam. Kb. Értékeljétek, hogy én mindig próbálkozom. Még hogyha ezzel sokszor hülyét is csinálok magamból. De látom, ezt nem csak én cumiztam be, más is oda ment. Jó van. Nem tudom, hogy annak ott mi köze. Itt a dolgokhoz. És gondolom vágtázó Thompson is itt van, vagy itt lesz, vagy nem tudom. Ja, itt a csontváz. Hát ez gusztustalan. Ez nagyon ronda. Nagyon-nagyon ronda. Nagyon. Tiszta brutál. Na. Áááá! Nem figyeltem. Na, hol lehet a kövi? Valahol le... Aha, látom már ott a két csajszín már ott volt. Na, ez most a múmia lesz? Vagy a másik? Na. Na. Ja, ez a múmia. Jó van, te is elindultál. És hol van az utcsó? Keressük meg az utcsót. Merre kell elindulnom egyet? Aha, arra. Ja, akkor ezért futottak vissza. Na jól van. És akkor ez lesz a zombi. Csak nem ott van. Anyádat, miért kell neked oda lemenni? Ki engedte meg, hogy ide legyere? Irgumburgum. Na nem baj, szórjuk. Szórjuk meg a kis csillámporral. Ágaskodjál egyet, úgy van. Puh, szerintem még a múmia a legjobb. De azokra a porokra kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek azokra a porokra. Hihi, meglepődtél, hogy mi történt? Bizony, ez a varázsporom hatása. Na jó neked. Hihi, a Halloween különös és rejtélyes események napja. Lehetetlennek tűnő, furcsa lények bukkannak fel. Ráadásul ez a legjobb alkalom mágikus keverékek megalkotására. Ezek a varázsporok átmeneti általban ruházzák fel a jorviki melegvérűeket, hatásuk pedig idővel elmúlik. Egyszerre csak egy hatás vethető be, úgyhogy jól oszd be az idődet. Ó, de jó, kapni fogok valamit. Íme egy kis minta, amelyet kipróbálhatsz a lovadon. Ha többre vágysz, sokféle változatot is kínálok, jó áron. A készleteim szinte kifogyhatatlanok. Hihi. Na nézzük meg ezt a lángoló valamit. Tehát csak ezért jó van. És ezt a kettőt egyszerre lehet alkalmazni, vajon? Mert ha nem, akkor én most kidobtam. Szép. Ahaj, még kell. Na? De menő! Megnézzük, ő mennyiért árulja ezeket. Mert gondolom jó. Jó van, ezekből veszek, és akkor megmutatom majd. Megmutatom majd nektek, majd egy külön kis bemutatót majd fogok nektek erről csinálni. De hát ez tiszta rablás.
Na várjatok, várjatok, akkor most van csontvázam, és akkor már csak ilyen zombi cucc kell. De nem tudom, hogy ezek a ládák mire jók. Varázsport tartalmazó csomag, mágikus vágyait beteljesítésére. Hát jó van, de hát amíg nem tudom, hogy mi van benne, addig most... Wow. Ez nagyon para. Átmegyek a kastélyhoz, mert ott is lesz elvileg... Oppa. Ott is lesz elvileg szellemkeresésen kívül még, még valami. És annyi jó, ilyen szempontból jó dolog, hogy, hogy látom, hogy mennyi idő van vissza. Negyed órát tart ez az egész, és legalább tudom, hogy milyen hosszú lesz a videó, mert a régen az Action az kiírta, hogy mennyi ideje fut, de ugye a Fraps az nem írja ki. Órát meg nem szoktam nézegetni, mert az pont a hátam mögött van, és kitekeredik a nyakam tőle. Úgyhogy azt nem igazán szoktam nézegetni, de... De most a ti kedvetekért még ezen a pályán is végigmegyek. Minden évben szoktam rendezni egy izgalmas szellemkalandot a Silver Glade kastély kísértett járt a pincéjében. Elég vérfagyasztó helyszín, remélem nem vagy túl ijedős. Van elég bátorságot, hogy lemerészkedj a hátborzongató helyre és szembesülj az ottani kihívásokkal? Van, de egyelőre még egy... Aha. Egyelőre még nem ide akarok menni. Minden igaz, akkor itt fel is fogok tudni menni. Ha nem ágaskodna be a szerencsétlen ló. Minden igaz, akkor itt fel tudok menni. Már csak azért is, mert van még egy feladat, amit még előtte meg akarok mutatni, mert lehet, hogy még egyszer végig kell mennem ezen a cuccon. Ó, itt lesz a piac. Király. Amúgy jó ez a tüzes izé. Engem kicsit a Szabi lovára emlékeztet. Mert ugye neki volt ilyenje a játékban. Szerintem amúgy azt, ami van itt. De jó. De jó. Bocsánat a lagért. Elnézést kérek. De jó. Ez nagyon jó. Szia Beatrice, épp időben érkeztél meg. Azon töprengsz, hogy honnan tudom a neved? Egyszerűen csak tudom, rendben? Gondolom már találkoztál az ikertestvéremmel, Evie-vel. Általában a Silver Glade kastélynál találod meg, de szerintem kicsit unalmas a csaj. Minden esetre most, hogy végre itt vagy, talán tudsz kicsit segíteni nekem. Meghívtak egy nagyon különleges partira, és még nincs meg a jelmezem. Összegyűjtöttem a megfelelő darabokat az öltözethez, azonban az ikertestvérem szellembarátai leléptek velük. Nagyon vicces, tudom. Láttam, hogy az egyikük Silver Glade haló irányába tart. Elegendő anyag van náluk, hogy számodra is készíteni tudjunk egy jelmezt. Épp időben a Halloweenra. Megkeresnéd nekem a Silver Glade haló területén elhagyott jelmezdarabokat és visszahoznád őket hozzám? Ó, ne felejts el benézni a kastélyba se. Lehetséges, hogy az ikertestvéremnek is köze van a dologhoz. Na, ezért mondtam. Na, nem baj, megnézzük, hogy mit tehetünk. Most azért megmutatom nektek ezt a csodálatos folyamatot, és hogyha egy helyben álltok ezzel az effekttel, igazából akkor felhalmozódik, és tök jól néz ki. Egy helyen lesz a tűz. Talali bomba, talali bomba, talali bomba, bomba. El vagyok ám. Itt van egy. Na és akkor itt ezzel még el leszek egy darabig. Thank you.
nagyon cseles, amúgy. Tehát mindig az épület mögött keressétek, hogyha még nem találtátok volna meg. Mindig az épület mögött. Köszönöm, hogy visszahoztad a jelmezem részeit, Beatrice. Végre nekiláthatok a ruhám elkészítésének. Azon gondolkozol, hogy miért WC-papír tekercsekre hasonlítanak? Múmia jelmezt készítek. Az ókori Egyiptom manapság nagyon divatos. Ó, mindjárt lejára. Hiszem. Pont téged kerestelek. Sajnos az összegyűjtött darabok nem elengedőek a jelmezhez. Kár. Az egyik bárgyú szellem a pinta erődbe tartott. Lefogadom, hogy az anyagok maradékát ott fogjuk megtalálni. Találkozzunk ott és keressük meg a jelmezem hiányzó részeit. Rendben? Oké. Kitalálom, el fog teleportálni. Gondoltam. Jézusom. Hát, na jó. Ez bizarr volt. Hova kell menni? Jó. Akkor pinta erődben találkozunk.